Jó estét kívánok, köszöntöm a hajrá nézőit! A gyermekklinikának szervez jótékonysági mérkőzést a Debreceni Hockey Klub. A DHK All-Star gálán a múlt és a jelen sztárjai csapnak össze a jövő bajnokaival a debreceni jégcsarnokban. Mai vendégem Kecskeméti Áron, a rendezvény főszervezője. Szervusz Áron, köszöntelek itt nálunk. Szia Soma, köszönöm szépen a meghívást. Na hát nagyon jó az a kezdeményezés, amit itt ugye már a napokban lehetett is olvasni, hallani róla, hogy itt a debreceni jégcsarnokban lesz pénteken egy jótékonysági gála, a gyermekklinikának gyűjtötök. Néhány szóban az ötletről, honnan is jött ez, milyen hagyományokra tekintett vissza ez az egész esemény? Igen, tehát ugye ez már egy picit jobban régmúltban elkezdődött, mielőtt én idejöttem volna. Abban az évben, amikor én az első évemet töltöttem Debrecenbe, akkor szervezték még a Máté Csabék a 30. évre, a DHK-nak a 30. születésnapjára egy ilyen, akkor jubileumi meccsnek hívtuk, de akkor kezdődött el úgy igazán ez a volt játékosok játszanak egy meccset ugye a junior csapattal, akkor ugye jött sajnos két Covid év, amikor ezt nem tudtuk megrendezni, utána pedig tavaly ugye a hosszú szünet után azt hiszem, 3 év után ugye ismét sikerült megrendeznünk, ami nagyon tetszett az embereknek, és nagyon nagy lelkesedés volt iránta, nagyon jó hangulatú volt, hiszen azt tudni kell, hogy ez általában mindig a jeges utolsó napra esik, tehát ugye amikor ugye az utolsó nap van jég a csarnokban, és ez nagyjából egy ilyen lezáró ünnepség ennek az egész szezonnak. Tehát amellett, hogy mi is nagyon élvezük, emellett ugye fontos az, hogy ugye egy közös családi programnak minősül, és tényleg mindenki boldogan tekint erre a napra, hogy ilyen jó hangulatban zárjuk a szezon. Akkor mondhatjuk, hogy a karitatív tevékenység mellett picit ilyen közkívánatra is volt ismét a kezdeményezés, hogy megszervezzétek, mert azért tudjuk, hogy ilyenkor egy jó pár hónapig aztán el kell felejteni a Deacot, a jégcsarnokot, ugye sokáig nincsen bajnoki találkozó. Talán ez ilyen szezonzáró is a debreceni jégkorunk fanatikusoknak? Maximálisan, és picit akkor visszakanyarodra, amit kihagytam az előbb, hogy talán ez az, ami nagyon különleges ebben az évben, hogy ugye eddig mindig csak egy picit, nem is az, de magunknak szerveztük ezt az egészet, de olyan mennyiségű embert sikerült megmozgatni, hogy idénre úgy döntött a vezetőség, hogy ezt átvisszük egy ilyen jótékonysági akcióba, és ugye most a Debreceni Gyermekklinikát találtuk meg azzal, hogy sikeresen együtt tudunk működni, és ugye azt tudni kell, hogy ugye amit befolyik összeg, ugye azzal próbáljuk segíteni itt majd a klinikát, és így már tényleg a kellemes a hasznossal összejön, hiszen amellett, hogy jól érezzük magunkat, és tényleg ünneplünk egyet, ahogy mondtad, amellett azért mégis egy szuper dolog, hogy közben másokon is tudunk segíteni. Ők mit szóltak ez a felajánláshoz, megkereséshez, hogy ők lesznek, akiket támogattok? Nem én végeztem a felkeresést, de azt tudom visszajelzésből, hogy nagyon örültek neki, bár szerintem biztos az elején picit furcsán fogadták, hogy egy amatőr hoki meccsit hogy fog kezdeményezést indítani, de összességében nagyon örültek neki, de a valós öröm valójában szerintem tőlünk jön, hiszen azért nekünk tényleg megtiszteltetés az, hogyha egy jó ügy mögébe tudunk állni. Na, még mielőtt hozzákezdenénk itt az esélyek latolgatásához, itt van mellettünk a mez, amit, ha jól tudom, akkor erre az eseményre alkottál. Néhány szóban akkor mutasd már be, légy szíves. Jó, hát ugye azt tudni kell, hogy nagyban hasonlít a Debreceni Hockey Klubnak ugye egy előző érájához, ugye amikor az OB2-es bajnokságban vett részt a csapat. Ugye tavaly csak egy ilyen retro feelingű meccs csináltunk, ami nagyon a múlthoz nem volt annyira kapcsolható, ugye a logót meg a színeket kivéve természetesen. Ez pedig nagyjából a koppintás a régi-régi DHK meznek, annyi, hogy ugye a szponzor felület helyére rákerült a régi DHK logó, ugye az All-Star logó természetesen egyel fölötte, és ami ugye nagyon fontos, és ugye ezt a mi Instagram storyingba ki is emelted, amit nagyon szépen köszönjük, hogy ugye az extra hozzá, hogy ott a sárga csíkban az ujján ugye benne vannak azok az évek, amikor a DHK OB2-es bajnokságot nyert. Én szerintem úgy gondolom, hogy van egy ilyen kisebb eszmély értéke is ennek, hiszen jó érzésre emlékszik vissza rá az ember, hogyha ilyenekben játszottunk, de mondom azt, hogy ebben talán még egy olyan extra kötődés is van, hogy a DHK történelmére még jobban hajaz azzal, hogy a meznek a stílusa az olyan, mint a régi idők meze. Ellenfelek, ugye a DHK All-Star játszik majd a Deaci Jégkorong Akadémia U21-es csapatával, picit akkor elemezzük már itt a keretet, kezdjük a fiatalabbakkal, az U21-esekkel. Hogyan állították össze a keretet az előjárók? Ugye már láthatjuk is a képernyőn, hogy ott vannak ugye a képekben Mihalik Andris, Jakapi, Samu, talán Borbát Márkot látom. Az egy jó kis kemény mag lesz ebben a csapatban is, nem? Igen, biztos, tehát annyi előnyük 100%-osan van, hogy ők edzettek egész évben, mi nem. Meg hát nagyon jó srácokról van szó. Ugye úgy gondolom, hogy ugye ez egy összeszokott csapat, tehát ők azok, akik az U21-es bajnokságot végigvitték egész évben. Ugye nagyon jó eredményeket is sikerült hozni, ami miatt nagyon büszkék vagyunk rájuk.
De emellett ugye fontos az kiemelni, hogy ez az egész esemény nekik is egy jó buli, hiszen egy teltház előtt játszhatnak, mert azért nem lekopogom, de általában mindig egy elég nagy létszám előtt szoktunk játszani, tehát ez nekik is valamennyire egy ünnepség, és hát ugye azt tudni kell az U21-es csapatról, ugye nagyon sokan kiöregednek évvégén, vagy ugye iskola miatt, vagy bármi másokból ugye sokan abba hagyják ma, akik ugye közelebb kerülnek a profi csapathoz, tehát nekik ez valamennyire egy ilyen ballagás, mint az iskolában, vagy egy elbúcsúztatás az évvégén. Tehát ez az esemény úgy, hogy nekik is fontos. De akkor hagyni kell magatokat? Hogy szép emlékekkel távozzanak itt az utánpótlásból? Ha kikapunk, akkor majd erre fogom, hogy a szép emlékeinkért. Ezt most itt kitaláltuk, igen, a műsorban. Igen. Na, és akkor nézzünk titeket, ugye az All-Star csapatot, ahol te leszel a kapus, azt már láthatjuk. De hát ugye György Józsi, mint a Deac edzője az elmúlt években, és ott van Molnár Dávid csapatkapitánya, Könce Járon, szerintem a DHK fanok még emlékezhetnek rá, egykori debreceni játékos. Ott mi volt a szempont egyébként? Hogyan sikerült összeszedni a csapattársokat? Egyébként lelkesen jelentkeztek, hogy részt vegyenek ezen a mérkőzésen? Hát ebben az évben elmondható, ugye, hogy akkora tényleg hype-ja lett, hogyha mondhatom így ennek a rendezvénynek, hogy idén túl jelentkezésünk volt, és nagyon sajnáltam, mert ugye sok embernek azt kellett mondani, hogy sajnos idén nem tud csatlakozni, de ettől függetlenül, amire törekedtünk, hogy mi, akit behívunk a csapatba, az olyan legyen, akinek bármilyen jellegű kötődése van a DHK-hoz, akár edzőként, vagy ugye a múltban játékosként, ugye például, hogyha ott az első sort megnézzük, ugye a Berta, Dancsfalvi, Molnár Dávid, tehát ők mindannyian ugye még a DHK-s érában is játszottak. Nekem nagyjából annyi volt a közöm a DHK-hoz a régi időben, hogy amikor játszottam ellenünk, akkor sok gólt kaptam, de úgy éreztem, hogy ennyivel kiérdemlem azt, hogy ott leesek most a kapuba, de hát ugye én is dolgozom az utánpótlásban. Tehát az volt a szempont, hogy akik játszanak, azok DHK kötődésűek legyenek, és egy picit azért ez a koncepciója az egésznek, hogy hoztunk ugye egy picit a mostani időből játékosokat, ugye ott van az Igor Razov, aki ugye nagyon nagy múltú játékos volt ugye a DHK-ban, tehát hogy minden korosztály egy picit úgy tud kötődni, mert az éppen adott élményekhez ugye onnan van játékos, és szerintem ezt teszi így duplán különlegessé. Te leszel a kapus, hogyan készültél az elmúlt időszakban? Sehogy. Nem, tehát most ugye amikor már picit olyan érzésem van, mint amikor ugye az embernek szólnak a tanév végén, hogy bukásra áll, és akkor az utolsó három hétben hirtelen elkezd tanulni, hogy nehogy aztán rossz legyen a tanév vége. Most is egy picit hasonló, hogy ugye, hát a diétára nem annyira figyeltünk, meg ugye a konditermet az edzők nem annyira látogatták, vagy hát más nevében nem tudok beszélni, sajnos az enyémben igen. Hát lesz, ami felfogja a korongot. Így van. De összességében, tehát most az elmúlt időszakban azért többet edzettünk, most a Hetény Zolival meg a Gönci Lajossal ugye jártam föl külön kapusedzésre, csak most áttértem én is a túloldalra, nem tudom, hogy melyik a sötét oldal, mint a Star Wars-ban, szerintem én voltam a sötét oldalon, tehát hogy most átértem az ő oldalukra, most tőlük kapok én tanácsot, tehát valahol visszakapom az eddigieket, próbálok edzeni, és hát mondom, tavaly ugye kifejezetten jól ment, meg jól sikerült, szóval emiatt szeretném, hogy hasonló jó érzés legyen, és mondom, hogy picit elmondhassam én is azt, hogy azért nem az mondja, aki nem is tudja megcsinálni, hogy egy pici jó példával is tudja állni a gyerekek előtt. Ugye péntek este fél hétkor lesz a Jégcsarnokban az esemény, ingyenes a belépés, ezt tudjuk, aki viszont szeretne tényleg adakozni, gyűjteni a gyermekklinikának, az hogyan tudja megtenni? Igen, tehát ez az egész eseménynek a legfontosabb információja, tehát ugye támogatói per tombola jegyeket lehet venni, amennyit akarnak az emberek, tehát ugye nem csak egy per fő. Ugye nekem a kedves felségem egy 75 jegyel be is jelentkezett, tehát ő biztosra akar menni, hogy megszerezze, remélem az én mezemet, de természetesen ugye ez a támogatás ugye ez ugye segít az egész kezdeményezésnek, és ugye minél több jegyet vesz valaki, annál nagyobb esélye van ugye az egyik meszt megszerezni ugye a mérkőzésnek a végén. A belépés ingyenes, ahogy kiemelted, én csak ebben reménykedem, hogy tényleg aki megteheti, az támogatja, és most kiemeltem ezt a magas jegyszámot, de igazából, hogyha valaki egy-egyel támogatja ezt az egészet, annak ugyanúgy örülünk, mint aki magasabb számmal. Mondom, itt a cél az, hogy tényleg együtt családként fogjunk össze, amit szerintem ez a debreceni hokis közeg már megmutatott, hogy milyen erőnk is van, hogyha mi egy jó ügy mögébe állunk. Ez nagyon remélem, hogy pénteken ismét megmutatkozik. Hát kívánjuk, hogy így legyen, tényleg gratulálunk ez a kezdeményezéshez, és hát én garantáltam, hogy pénteken ott leszek veletek. Reméljük, hogy a nézők közül is rengetegen. Köszönöm, itt voltál és elmondtad mindezt nekünk. Köszönöm sokan a meghívást. Kedves nézőnk, önöknek pedig a figyelmet köszönjük. Találkozunk a jövő héten is a viszontlátásra.